Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, evangélikus bibliaolvasó útmutatónk, mai napi igényvel, új szövetségi igény, Mózes első könyvéből a 15. fejezet 6. verse. Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Új szövetségi igény pedig a Galata Levél 3. fejezetének 7. verse. Akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mai két igénket, az Ószövetségét és az Új első pillantásra Ábrahám személye köti össze, akit az Ószövetség igénk még a régi nevén Ábrámként említ. Ábrahám az egyik legjelentősebb ősatja. Látjuk, hogy még Pál apostol is példaként hozza őt a Galatákhoz írt levélben a gyülekezet számára. És igazából az a fontos, hogy miért Ábrahám az, akit, akit megemlít az apostól, Azért, mert hitt. Hitt Istennek, amikor elhívta atyái földjéről az ismeretlenbe. Hitt az ígéretben, amit kapott az úrtól. Hitt a nehéz helyzetekben is, amikor már minden remény veszni látszott. Azonban nem elég csupán hinni. Sokszor hallom, higgy magadban, és sikerülni fog. Higgy magadban, akkor minden rendben lesz. Higgy magadban, akkor eléred, amit akarsz. Persze, hogy fontos bizonyos dolgokban, hogy magabiztos legyen az ember, de önmagunkban hinni a legnagyobb önállítás, aki megtapasztalta már valahogy, valaha, hogy mennyire gyenge tud lenni bizonyos helyzetekben, mennyire nincs ereje egyről a kettőre lépni, az látja, hogy önmagában gyenge az ember. Ábrahám óriási utat tett meg. Fizikailag is igaz ez, ahogyan eljutott Úr városából Kánán földjére, de lelkileg is hosszú és viszontagságos volt az útja, lejtőkkel és hegymenetekkel tarkítva. Egyedül talán nem is sikerült volna neki egyik sem. Ha önmagában hit volna csupán, lehet, hogy el sem indult volna, vagy félúton visszafordult volna a biztonságot jelentő addigi környezetébe. De hit Isten szavának, aki elhívta őt és ígéretet tett neki. Ennek a hitnek lehetünk az örökösei, Lehetünk Ábrahám fiai, ha mi is bízunk Isten nekünk tett ígéretében. Amen.